Robotzsarú. Átállok robotzsarú üzemmódra. Manófét is. Nagyon jó, akkor indítom. Itt gubbaszt a kis barátunk. Persze. Hopp. Már megyünk is, kérem szépen. Most ezt ne próbálja ki senki, jó, otthon. Meglehetősen nagyot lehet esni, ott fönt van egy kollega úr. Ó, mi van, fáj meg, éhes. Ott a patkány. Gyerekek, őt kell megenni. Gyorsan! Ezzel... Azzal... Kedves kisgyerek. Hopp! Sose az öngyújtóval ugorjál, annak nincsen értelme, ugye ezt mindannyian tudjátok. Onnan föntről fogjuk elborítani oda. Figyeld meg! Figyeld meg a zsenit, aki én vagyok. Hoppá! Na? Na? IQ? Kellemetlen illatok. Csúszós, taknyos területek. Hoppá! Megmerény lettek. Fölugrasz oda? Nem gyújtod meg, állandóan dohányozni akar, érted? Hoho. Halljátok ezeket a hangokat? Hopp! Remeg a joystick a kezemben. Menjél már, hogy kell futni? Á, biztos nem akar semmi rosszat. Mekkora hal. Kis manókus. Menjél már, bazd meg, nagyon. Kicsit nehezen veszi a levegőt, ebben bízhatunk, hogy meghal a saját taknyában, mint egy mops. Nézd már meg. Milyen maszk is van rajta? Mi ez? Milyen jó nagy tarkós, tockos lehetne neki adni. Viszont rohadtul kéne egy kulcs, ugye? De most miért jössz erre te is, baszki? Fuss, baszki! Mi van, hogyha elszaladok egyből a manó után? Hát, a nagy fasság, barátaim. Ők a... Oh! Ops! Sütőbe még nem tettek minket. Ez plusz 10 pont. Basz meg! Már itt lehet, hogy valamit becsuktam, és valami el fog égni neki. Lehet, hogy így derül ki, hogy mi van a kulcssal, nem? Ez valami fölrobban. Nem. Bárki, aki kulcsot lát, visítson, jó? Megsózza a halat. Most ezzel szarakodik. Bekenni. Kis kezével, édes pici kezeivel, úgy. Aztán elmegy tovább. Ragd már el a gyufát! Na most fontos tudni, az öngyújtó nem segít a rejtőzködésben. Tehát azt nem azért adták a karakternek, az egyéb dolgokban segít. A deszkát ráráncsuk a fejére? Ez az ugrás, ez meg a fogás. Ezzel megyünk. Ó, nézd már. Erre előbb is elnézhettünk volna, nem gyerekek? Úgy. És megint föl, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, kis man. Oda nézzél. Baszd meg. Szépen fölmegyünk, kérem, szépen fölmegyünk és fönt vagyunk. És... Szerintem túl sokszor most nem szeretném megcsinálni. Hogy egyre lejjebb esünk, de... De három a magyar igazság, kultúráltan fogunk ide. Hát basz meg! Na! Ez olyan nagyságú, hogy egyszerre két WC-je van. Oda néz szappan.
Ó, szevasz, megmosdassal a kismanó. Gyere ide! Gyere ide, megfürdetlek! Ajaj. Egyelőre síralmas a helyzet. Jajaj. Jajaj, maradj nyugodtan. Nem látom, mit csinál, de valószínűleg fölkelt. Van egy kedves családi fotó. Befeküdjek mellé kicsit aludni. Én ezt összetöröm, abból ki fog jönni egy manó. Hogy kell eldobni? Így. Ezzel a kulcsra lepjük meg a manót, és a répa. A répa se rossz. Áj. Na, ide ne hányjál. A lakaty, gyerekek, a lakaty. Ja, ott van, nézd oda. Itt van a lik. Hoppá. Ó, de kedves helyszín. Ja, hát ezért nem tudtuk kinyitni. Itt van például ez a kar. Hopp. Ó, de guszta. Ezzel ledarálom. Na. Kolbászkötél. Várják, ebből több kell. Hogy néz ki a lábam, tiszta fekete? Esetleg egy kis fénnyel körbenézni. Ó, manó. Ráugrok a fejére. Nézd, utánozz. Úgy. Neki csaplak a falnak. Bedobom a izéba. Bedobjuk oda. Ez így már sokkal jobb. Itt viszont megtölthetünk hússal mindent. Kifogyott a hús. A lényeg, hogy telerakjunk mindent hússal. Úgyné. Ó, kukizós baba. Meg kis cucc. Nagyon jó, kukizós babát megfogjuk. És megvan. Már itt is van a kis hentes. Úgy. Megnézzük hát, ha van még valami a tarsolyba odafönt. Ott van az a hús, látjátok? Azaz. Jaj, de okosak vagyunk. 200-as IQ ez a mai első indító IQ-unk, 200-as. Szevasz, manó. Na és ez már elegendő kolbász ahhoz, hogy átfussunk. Hát ez csodálatos kép, gyerekek. Leng a kolbász fent az égen. Ott van az én drága szépen. Fent a kolbász leng az égen. Bőrdarab csüng a réten. És már meg is érkeztünk valahova. Ó, itt minden elég rendesen fel van darabolva, osztva, szorozva. Ó, mekkora comb, ezzel egyből meg lett volna a kolbász. Hát nem én vagyok. No, te vagy, nem én vagyok! Hopp, és futás! Jaj, ne a falba! Ne a falba ütköz, fiam! Nem mondta, te hülye gyerek! Gugolj le! Hogy? Mit bizsál? Gugolj le! Gugolj bár le! Hogy gugol? Elfelejtett a gugolni! Menj oda be, hülye gyerek! Menjél be, mert baj lesz! Na. Menj innen! Sajt! Kedves kis tarkó, egy pénztárcát is betehetsz a ledő közé. Kikeresni a tarkódban a pénztárcádat, ugye? Szevasz! Visíts!
Jön a dagat. Késő. Hagyjad neki. De gonosz vagy. Hol a kulcs? Ott az asztalon. Gyerekek, ez érdekes lesz. Méghozzá, hogy megnyom azt a gombot. Faszódj meg, erez már, miért kell mindent összelopni? Miért nem csinálod a dolgodat, te? Fogd meg, de azonnal. Ha! Észrevett? Beszoptad, öreg! Futás, futás, hol volt az a kulcs? Itt volt az a kulcs? Gyorsan, rak bele! Az, menj, nyissad ki, nyissad ki, nyissad ki! Menjél! Jól van! Hova tűnsz el? Ide! Úgy, mintha itt se lennél! Kussolj! Elsőre, na! 400 IQ pont, az jó. Az nagyon jó. Hopp, ups! Ötös. Ez itt csillagos ötös. Itt egy pumpa. Mit dolgozik? Mosogat, de aranyos. Hát, tehát ketten is vannak. Itt mosogatnak együtt. Hát mennyire tünemény, nem ez a két ember? Itt nem csak a zabálás, meg ilyenek van, hanem mosogatnak. Hogy visítoznak. Most már egyre jobban élvezem a szivatásukat, megmondom őszintén. Két nagy seggű üvegszilánkra nem lépünk rá, ugye? Nem vagyunk buták. Mert az ikunkat már ki se lehet mondani. Látok, is így szokott kinézni a konyha. Valahogy itt a tányérokon kell fölmászni, nekem az érzésem van. Hopp! Na! Hányasikú! Gyere dagadt! Megcsináltuk! Na! El fog kapni? Inkább leugunk. Baszod! Futás! Hopp, hopp, szevasz! Ne, te hülye, ha fogod, ne engedd el soha! Te szép nyugodt mászkálásból teljes őrület lett, kérem szépen. Ugo! Ja, hát, akkor ne ugorjál, ha nincsen kampó. Csak rutinból semmit nem szabad csinálni az életben, gyerekek. Ezt tanuljátok meg. Azt meg. Hát, ha megállok, akkor meg megesz, tönkre tesz. Robotzsarú. Átállok robotzsarú üzemmódra. És ha most nem találod meg a gombot. Fogom magam és felakasztom magam. Nem találta meg, hát nem találtam meg. Így nehéz. Ha! Dögöljetek meg! Dögöljetek meg! Elsőre meg. Az mi a szar? Meg ne dögölj nekem, miért esett le? Jaj, ne. Manók élete nem csak játék, nem is itt nagyon figyelj oda, még egyszer elrontod, nagy baj lesz. Ajaj, megint baj van. Jobb, ha futunk, azt érzem. De most itt nehogy leessél, fogd meg a létrát, azt másszál föl rajta, köszönöm. De jó néz ez, kicsókolom. Hoppá, kint vagyunk a hajóból. Hát de minek jöttünk, ha úgyis belefulladunk, nem igaz? Egyre meglepőbb képek.
Megállok egy kicsit, körbenézek, oda néz, jönnek egy másik hajóról, de a tengeren vagyunk, nem tudunk menekülni, emberek. Húha. Ott a sirály. Nem viszel el, sirály? A szabadság. Ó. Oh. Ott vannak. Jönnek zabálni. Ilyenek vagyunk mi emberek, látjátok? Élevezetek, ételek, minden, ami anyagi, megfertőzi a testünket. Hát, hölgyeim és uraim, eljött a pillanat, amikor ezt az ajtót már nem nyitom ki. Ez a kis manós játék sokkal komolyabb alkotás, még annál is, mint aminek látszott, ugyanis mindig tud újat mutatni.